Sziasztok! Balázs vagyok, és ez itt a Tarantula Farm. A mai videóban szintén egy személyes kedvencemről lesz szó, mégpedig a Grammosztól a Pulcripesztről. Származási helye Argentína, életmódja talajlakó. A nőstények átlagos élettartama 19-21 év, míg a hímeké 7-9. A nőstények mérete 17-19 cm között mozog, míg a hímeké átlagosan 15-16 cm. Simon kategorizálta őket először 1891-ben. Viszont mit is kell tudni a Grammosztola pulcripesztről? A Grammosztola pulcripesz szintén a személyes kedvenceim közé tartozik, kettő kis pókon van ebből a fajtából. Könnyen kezelhető kíváncsi kis pókocskák, akik sosem okoznak semmilyen csalódást. Nagyon jó evők, kész kis lakberendezők, és egyszerűen valami imádnivaló az, hogy már ilyen kiskorban is lehet látni a fekete alapon az aranyszínű csíkokat a lábaikon. Bece nevét is ezekről a csíkokról kapta, mivel hogy ugye a Bece neve csíkos térdű tarantula. Egy Terraplaza Expo-n találkoztam velük először, ahol az egyik tenyésztő elhozta a saját Grammosztola pulcripeszét, amit a közönségnek körbe is adott. A találkozás után pedig rögtön meg is vettem két kis pókot az említett tenyésztőtől. Talán az egyik legnyugodtabb és legkönnyebben kezelhető madárpók, amivel valaha találkoztam, tartása egyszerű, és nem igényel akkora odafigyelést, mint mondjuk egy Dolichotella vagy egy Terrafoza. Kezdők számára az egyik legtökéletesebb választás, viszont a profik is imádni fogják. Térjünk is rá a tartásra. Minden tarantula fajta tartásával tisztában kell lennünk ahhoz, hogy a lehető legideálisabb körülményeket tudjuk biztosítani kedvenceinknek. A kis pókokat érdemes egy kisebb dobozban vagy egy mini terráriumban tartani, ami félig fel van töltve föld, kókuszhács és maha keverékével. A talajréteget mindig enyhén nedvesen kell tartani, és legyen bent nála egy kupa kitató tálkagyanánt. A kis pókok még általában üregetásnak nagyon szeretnek lakberendezni, és szinte mindig szem előtt vannak. A kisebb madárpókok még igénylik a melegebb szobahőmérsékletet 24-25 Celsius környékén. Ha kinőtte a dobozt, jöhet a költözködés. Etetésre heti egy-két alkalommal lisztkukacot, vagy röpképtelen legyet ajánlok, a tarantula méretéhez igazodva. Ha az etetőállat akkora, mint a pók, akkor érdemes harcképtelenné tenni, mielőtt odaadod neki. Medlés után 3-4 napig nem szabad neki enni adni, ugyanis ilyenkor könnyen megsérülhet. Ha nem ette meg az ételt 24 órán belül, akkor a gomba és a penész elkerülése érdekében el kell takarítani a maradékot. Egy szabadult tarantulának egy 20x20x20 cm-es terráriumot már nem árt beszerezni, hogy kényelmesebben elférhessen kedvencünk. Ráadásul ezt a méretet már könnyebben be lehet rendezni, és sokkal látványosabb is. A kispókoknál említett föld, kókuszhács, moha keverék nekik is jó ugyanabban a mennyiségben. Az itatótálka nem árt, hogyha itt már nagyobb méretű, és egy kis párásítás is szükséges. Üreget még ő is elsat, viszont tapasztalatom szerint ebben a méretben sem igazán bújkálnak. Ennél a méretnél már elég a melegebb szobahőmérséklet, 21-23 Celsius fok környékén. Etetésre egy-két hetente kedvencünk potrohának méretéhez igazodva, 2-3 kisebb tücsköt ajánlok. Vedlés után átlagosan 8-9 napot ajánlott várni a következő etetésig, illetve náluk is érdemes eltakarítani a maradékot. Egy adult tarantulánál egy 30x30x30 cm-es terráriumot már nem árt beszerezni. A földkeverék nála is lehet ugyanaz, ugyanabban a mennyiségben, mint az előző két méretnél, így ha esetleg leesik a terrárium tetejéről a pókunk, nem fog megsérülni. Természetesen neki is kell itatótálka, ami nem árt, hogyha néha egy kicsit túlcsordul a pára megtartása érdekében. Etetéshez mérettől függően 2-3 sáskát, 4-5 tücsköt, esetleg 1-2 csótányt ajánlok. Ha nem ette meg, akkor az eleséget érdemes kivenni, nehogy a madárpók megsérüljön. Vedlés után 11-14 napot ajánlott várni a következő etetésig. Mint minden tarantulánál, így nála is előfordulhat az, hogy nem eszik egy ideig, ilyenkor viszont nem kell megijedni, ez néha megesik. Ha ez bekövetkezne, akkor hetente megpróbálhatunk enni adni neki, viszont ilyenkor sem szabad napokra bent hagyni nála az ételt. Ha vedlésnél bent marad a tarantulánál egy jeleségállat, az könnyen stresszelheti, megsebesítheti, vagy akár meg is ölheti az ilyenkor védtelen pókot. Összességében egy kedves, aranyos, nagyon jó étvágyú tarantuláról van szó, ami bárki számára tökéletes választás. Ha érdekelnek a tarantulákról szóló cikkek és érdekességek, a leírásban megtalálod a honlapunkat, illetve az összes többi platformot, ahol jelen vagyunk, köztük a Facebookot, Instagramot és a TikTokot. Köszönöm a figyelmet,
sziasztok!